Az orosz hadsereg Ukrajna elleni háborújában hétfőn éjjel is folytatta Kijev és a keleti nagyváros Harkiv ostromát, ahol a hírek szerint felrobbantottak több transzformátort, emiatt áramkimaradás és vízhiány keletkezett. Amerikai műholdképek tanúsága szerint egy több mint 60 kilométer hosszú orosz katonai járműoszlop tart az ukrán főváros felé. Az ukrán hírügynökségek arról számoltak be, hogy a déli Herszon városát is megtámadta az orosz hadsereg, az orosz barát szakadárok pedig elfoglalták Nyikolajevka várost a Donyecki régióba. Egy amerikai vállalat által hétfőn közzétett műholdas felvétel szerint több mint 60 kilométeres tankokból, páncélozott és tüzérségi járművekből álló orosz katonai menetoszlop tart Kijev felé. A cégnél ukrajnai támadásra készülő szárazföldi erőket és támadó helikoptereket is láttak műholdképeken, Fehér Oroszország déli részén. Az orosz haderő hétfőjel is folytatta Kijev ostromát. Az interneten keringő mobilfelvételek szerint állítólag légicsapás ért egy ukrán katonai bázist a főváros keleti részén Provari külvárosában. A helyi polgármester Facebook bejegyzésében arról számolt be, hogy egy ember életét vesztette, és többen megsérültek a támadásban. Hétfőn tárgyalóasztalhoz ültek Ukrajna és Oroszország képviselői, egyelőre eredmény nélkül ért véget a találkozó. A hírek szerint azonban a megbeszélés alatt és után is robbanások hangját lehetett hallani az ukrán fővárosban, ahol a felvételek tanúsága szerint már több lakóépület is megrongálódott. Kijev utcáin mindenfelé kiégett autókat és golyózáporok nyomait látni. Hétfőn reggel ért véget az egész hétvégén át tartó kijárási tilalom, de új szabályok léptek életbe. Este 8 órától reggel 7-ig csak akkor mehet ki valaki az utcára, ha rendelkezik a hadsereg által kiállított különleges engedéllyel. Ezeken a képeken már a fővárostól alig pár kilométerre északra lévő Bucsa városa látható. Az üzletek polcairól elkapkodták az árut, az ablakokat betörték, a kihalt utcákon pedig lépten nyomon kiégett harckocsik állnak. Eközben Ukrajna keleti részén is folytatódnak a harcok. A Donyecki Népköztársaság és Oroszország zászlaját függeszti ki egy épület tetejére a szakadár csapatok vezetője a délkelet-ukrajnai Donbaszi régió egyik településén. Az oroszok által támogatott szeparatista csoportok napok óta egyre beljebb nyomulnak a térségben. Donyeck városára hétfőn újabb bombazápor hullott. Az orosz állami televízió állítása szerint az ukrán hadsereg indította a lövedékeket, hogy visszaverjék a szeparatistákat. A város lakosai elkeseredetten szemlélték a pusztítás nyomait, és azt kérdezgették, mikor lesz már vége a harcoknak. A szomszédunknak a garázsa ment tönkre, nekünk az ablakaink törtek be, a kocsink is károsodott. Nem szenvedtünk még eleget, mondta egy helyi nő. Donyecktől keletre és nyugatra több város már orosz kézre került. Köztük a kikötőváros Berdyánszk, Enerhordár és a Luhanszk megyében található Stanitsia település, valamint a zaporizsiai atomerőmű környékét is ellenőrzésük alá vonták az oroszok. Volodymyr Zelenszkij a harcok 5. napján arra szólította fel a világ országait, hogy teljesen zárják le légterüket az orosz repülőgépek előtt. Az ukrán elnök szerint az ellenség számára Kijev a legfontosabb célpont. A főváros állandó veszélyben van. Csak ma 3 rakétatámadást hajtottak végre. A hőerőmű az egyik célpont. Az oroszok meg akarják rongálni az erőművet, hogy megszűnjön az áramszolgáltatás a fővárosban, miközben folyamatosan szabotőröket szabadítanak ránk, mondta hétfő esti beszédében az ukrán elnök, és bejelentette, hogy eltörölték a vízumkötelezettséget azon külföldiek számára, akik hajlandóak fegyvert ragadni Oroszország ellen.